Folyamatban van az öt népmeséből álló Meghalt Mátyás király oda az igazság című hangjáték felvételezése az Újvidéki Rádió stúdiójában. Ezt majd a gyermekeknek szóló terminusban adjuk. Gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek megismerjék a múltunkat, a néphagyományt, és ritkán hallanak ilyen érdekes történeteket, mint amelyek itt Mátyás királyról szólnak. A meséket adaptálta és a hangjátékot rendezi Figura Terézia, az Újvidéki Színház színművésze. Ebben az a kihívás, hogy nincs segítség, semmilyen fajta segítség, nem tud kigúvadni a szemed, nem tud kicsurdulni a könnyed, nem tudsz mosolyogni fültől fülig, hanem egyszerűen ezt mind a hangoddal kell érzékeltetni, és természetesen azokkal az érzelmekkel, amiket felszínre kell hozni, csak és kizárólag a hanggal. Nem könnyű. Bárki azt gondolja, hogy ez nagyon könnyű feladat, egyáltalán nem könnyű, mert a hanggal a legkönnyebb hazudni. A hangjátékban az Újvidéki Színház társulatának tagjai vállaltak szerepet. Gyerekkoromban is sok mesét hallgattam a rádiókba, és mindig nagyon tetszettek. Az a színesség, amit a színészek nyújtanak egy ilyen rádiódrámában, az nagyon érdekes. És hát a tapasztalatot ugye még nem tudom, de nagyon várom már, hogy kiderüljön számomra. A nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy Mátyás királyt játszhatom, az igazságos Mátyást. Ugye hát gyerekkorom óta imádtam a meséket Mátyás királyról. Az, amikor ő beöltözik ilyen-olyan áruhába és járja az országot, felderíti az igazságtalanságokat. Amikor megkaptam ezt a szöveget, akkor épp azt néztem, hogy mind az öt mesét ismertem már, tehát nem először találkoztam vele. A hangjáték decemberben kerül programra, és televíziónk is rögzíti.